Bánki Erik pedig itt is van már a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a kilenc területre fókuszál a kormány, nagyjából 6.000 milliárd forintról van szó mindösszességében, és ennek az uniós része az 6,3 milliárd euró. Mielőtt a részletekről beszélnénk, ma délutáni hír szerint a Reuters hírügynökség azt állította, hogy hát Brüsszelből Brüsszelben kérdések merültek fel ennek a bizonyos uniós pénznek az elköltésével kapcsolatban. A rajtersz azt is mondja, hogy az Orbán kormány nem reagált ezekre a kérdésekre. Itt az alkalom most. Hát azért, azért nem reagáltunk ezekre a kérdésekre, mert ezen a vitán már túl vagyunk. Tehát az, az a vita sorozat, ami a európai állam és kormányfők vita az európai tanácsban folyt az elmúlt hónapokban, amiket a magyar nézők is láthattak is, amelynek a végeredménye az lett, hogy egyetként a visegrádi négyek, de elsősorban Magyarország és Lengyelország által képviselt álláspont, miszerint az Európai Uniós újjáépítési pénzek elosztásánál ne politikai szempontok alapján szülessen döntés, hanem szigorú szakmai szempontok alapján, és kifejezetten az európai emberek érdekében, az európai gazdaság újjáépítése érdekében születhessenek meg a döntések, ez a vita eldőlt. De bocsáss meg, úgy tűnik, hogy szakmai szempontról van szó, ők azt kérik, hogy a közbeszerzési törvényeket változtassa meg azonnal a magyar kormány annak érdekében, hogy ezek általuk, vagy hát másképp hasznosuljanak ezek a pénzek. Aki, aki a butaságot mondott, az óriási tévedésben van, és nem ismeri a magyar közbeszerzési törvényt, hiszen a magyar közbeszerzési törvény az egyik legszigorúbb az egész Európai Unióban. Maga egyébként az Európai Bizottság is minősíti évről évre a magyar hivatalok és a magyar, magyar bürokrácia munkáját is ezen a téren, és a legutóbbi értékelésben, ami az európai, ami a Magyarországi Közbeszerzési Hatóság munkájának értékelése volt, ott gyakorlatilag az Európai Középmezőnyben szerepelt Magyarország. Készített egy térképet erről az Európai Bizottság, hogy az uniós források felhasználásában Kik, hol milyen problémákat lát itt zöld, sárga, mekkora arányban van Piros színek szerepelnek, így van. Magyarország a sárga kategóriában van, még piros Spanyolország, Portugália, Olaszország, Ausztria, vagy éppen maga Belgium is. Tehát én nem gondolom azt, hogy Magyarországnak bármennyivel is rosszabb helyzet, hogy Magyarországon a közbeszerzéseknek a... <kül> folyamata a menete bármivel is rosszabb lenne az uniós átlagnál, sőt, az előző 7 éves Európai Uniós források felhasználásának az értékelésénél Magyarország kifejezetten az első harmadban szerepelt azok, abban a tekintetben, hogy hol voltak egyáltalán problémák vagy aggályok a, a, források felhasználásával kapcsolatban. És még egy nagyon fontos dolgot figyelembe kell venni, Magyarországon az összes európai észrevétel kapcsán, ami a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos észrevétel is és kifogás volt, mindenhol viz, ö, vizsgálat indult. Tehát mindenhol ö, nyomozás indult, vizsgálat indult, és ö, ö, a, az igazságügyi szervek megállapították azt, hogy történt a törvénysértés, vagy nem. Ahol történt törvénysértés, értelmeszerűen vissza kell fizetni a támogatásokat. Önök közzé tették azokat a szempontokat, azt a kilences szempontrendszert, ami alapján, vagy amilyen prioritások alapján fogják ezt a bizonyos gazdaság újraindítási tervet megszervezni. Ebben van demokrá, demográfia, köznevelés, egyetemek megújítása, felzárkózó térség, zöld energia, körforgásos gazdaság. Hogy érvényesült ebben a kilences szempontrendszerben az a cél, amit a miniszterelnök úr megfogalmazott, hogy mi a válság után, vagy a magyar gazdaság a válság után győztesként jöhessen ki, hogy kanyarban előzzünk? Így van, a, ahogy eddig is az elmúlt 7 éves fejlesztési források, Európai Uniós fejlesztési források elosztásánál, Magyarország a, a forrás elosztásban alapvetően a gazdasági célú fejlesztések támogatását tűzte ki célú. Ugye amíg a Gyurcsány kormány idején, vagy a baloldali kormányok idején korábban az összes Európai Uniós támogatási forrás felhasználásának mindösszesen 28%-a volt gazdaságfejlesztési területen, tehát érvényesült gazdaságfejlesztési területen, nálunk ez 60% volt. Tehát ott a puha pénzeket, képzési, fejleszt, képzési források, ö, ö, mindenféle ö, akkor voltak az a bizonyos törpe, kilátóépítések? Persze. Amit... Tehát, ami, tehát olyan, olyan beruházások és olyan fejlesztések támogatásokra ment el, amik nem a gazdaságot erősítették. Nálunk ez 60% volt az előző ciklusban, és most sem vagyjuk ennél alá. Most is az a cél, hogy ez 60% fölött legyen kifejezetten a a jutó forrásoknak a mennyisége. Amit a miniszterelnök úr most bejelentett, az annak a csomagnak az első szelete, az egy olyan 10 millió forintos hitel, gyors hitel a kis és középvállalkozások számára, ami gyakorlatilag a működési források fedezésére szolgál, bér és járulékterhek kifizetését lehet vele eszközölni, készetgazdálkodásra tudják fordítani, tehát mind-mind olyan területen tudják felhasználni, ami annak érdekében kellhet, hogy meg tudják őrizni, meg tudják tartani a munkahelyeket, és túl tudják élni a válságot azokban a szektorokban is, amelyeket súlyosan érintett az elmúlt időszak. Lehet-e arról tudni, ha már itt tartunk, hogy mi alapján fogják eldönteni azt, hogy szabályozni azt, hogy kik lesznek a jogosultak? Itt gyakorlatilag... Tevékenységi kör, árbevétel, vállalkozás élettartama, életciklus? Minden vállalkozás igénybe veti, aki a mikro, kis és középvállalkozási szintet, szinthez tartozik. 10 millió forintot tud fölvenni 10 éves időtartamra maximum, úgyhogy hogy három évig nem kell fizetni egy fillért sem, hiszen három év türelmi idő után kezdődik el a hitel törlesztése, nulla százalékos kamattal tudnak hozzájutni ehhez. És bármelyik vállalkozás felveti, aki az imént említett területekre, tehát a bér és járulékokra, készletgazdálkodásra vagy működési költségekre kívánja fordítani. Számlákkal kell majd igazolni? Ez, hogy ez bérre megy, hogy járulékra van, megy? Természetesen megy, a, a nagyon szigorú elszámolási rendet alkalmazunk itt is, mint mindenhol máshol, hiszen az a lényeg, hogy tényleg valóban azok jussanak hozzá, akik erre a területre használják. 100 milliárd forintos keretösszeggel indul ez a hitelprogram, de természetesen, hogyha azt látjuk, hogy nagyobb az igény. Ennél is, ami azért egy nagyon széles merítési alapot ad, akkor időközben tudjuk módosítani a támogatás összegét is. Lehet ennél kevesebbet is kérni, nem muszáj mindent. Természetesen 10 millió forintig lehet fölvenni ezt a hitelt, tehát egy mikrovállalkozás, ahol egy, egy alkalmazott van, ő nyilván nem fogja tudni a 10 millió forintot igénybe venni, hiszen nincs akkora bérisájúlék fizetési vagy működési költsége, rezsiköltsége. költsége. A fejlesztési bankon keresztül lehet hozzájutni ehhez. Mikor lehet beadni az első pályázatokat, milyen formában, kinek mikor számolnak az első folyosításra? Én nagyon remélem, hogy a részletszabályok meg tudnak születni most februárban, és márciustól tud indulni ez a, lába a programnak. Egy nagyon fontos másik lába lesz szintén a gazdasági újraindítási akciótervnek, az egyetemek fejlesztési támogatása. Egy soha nem látott mértékű egyetemi fejlesztési program indul el, több mint 1500 milliárd forint keretösszeggel. Az a modellváltás, ami most folyik a felsőoktatásban, az gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a jelenleginél sokkal inkább piacorientált képzés folyik majd az egyetemeken, sokkal nagyobb hangsúly lesz az ipar, kiszolgálását illetően, tehát ők képzések igazoljanak a beruházók, fejlesztők, kutatók igényeihez is. Az iparkamara itt lép be a képbe. Így van, abszolút, illetve, hogy olyan fejlesztések tudjanak megvalósulni, ami egy nagyságrendi ugrás lehet az egyetemek életében. Tehát azt gondolom, hogy ahol jó tervek lettek előkészítve az elmúlt időszakban, és és egy jó vezetéssel rendelkezik az egyetem, ők nagyon nagyot fognak tudni a következő években fejlődni. És végül, amit ön is említett, a harmadik láb az pedig a, a megújuló energia, a zöld energia, a körforgásos gazdálkodás és az automatizáció e, támogatása a vállalati a szektorban. Ha jól értem, az egy cél irányában mutat, hogy valahogy az elektromos mobilitásból, az energiatermelésből, tiszta energiatermelésből valahogy Magyarország nagyobbat tudjon, nagyobb szeletet tudjon kihasítani? Hát igen, Magyarországnak a magyar kormányként nagyon ambiciózus vállalása van, hiszen mi e, 2030-ig 6000 megavatnyi megújuló e, energiaforrást akarunk kiépíteni, és utána 2040-re el akarjuk érni azt, hogy a magyarországi energia előállítás az a, 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 teljesen mentesüljön a foszilis alapanyagoktól. A, a családtámogatással is kapcsolatos ez a terv, de engedje meg, hogy egy picit ezen a réven át menjek a napi politikára, ugye a mai híradó anyagban láthattuk azt, hogy az MSZP társelnöke Tóth Bertalan felvette a csokot, miközben a pártja, illetve az ellenzéki pártok jelentős része bírálta ezt. Azt mondták, hogy nem. Ön azt mondta, azt nyilatkozta a híradónak, hogy nem veszi komolyan az ellenzék azt, amit mond. Miből gondolja ezt? Hát abból, hogy bort iszik és vizet prédikál az ellenzék, hiszen a parlamentben, Tóth Bertalan példája azt mutatja, hogy a parlamentben ugye a csok ellen beszélnek, és azt mondják, hogy a magyar kormány családtámogatási rendszere az nem elég jó, nem elég hatékony, miközben a másik oldalon az igazság az, hogy GDP arányosan Magyarországon, Magyarországon a legmagasabb a családtámogatás mértéke az egész Európai Unióban. Tehát ilyen nagyvonalú családtámogatási rendszer, ilyen erős elemekből, ugye adókedvezményekből, közvetlen támogatásokból, a lakhatási támogatásokból álló családtámogatási csomag Egyetlen egy országban sincs ilyen mértékben az Európai Unióban. Én szerintem sokkal jobban járnak politikailag is, hogyha egyes ügyeket, főleg azok, azokat a döntéseket, amelyek a magyar emberek érdekében születnek, a magyar családok támogatása, a népesség folyásának megállítása érdekében születnek, ezeket ők is támogatnak. Mindig lehet többet adni, mindig lehet überelni egymást ígéretekben, de azt gondolom, hogy azok a tettek, azok a cselekedetek, amiket ezen a területen ez a magyar kormány megtett, azok példaértékű döntések voltak. Ön komolyan veszi az ellenzéket, amikor azt mondja, hogy ők nem veszik komolyan önöket? Hát nézze, ilyen, amíg ilyen javaslatokkal állnak elő, amíg egy, egy, pandémia idején, ahol az emberi életek megmentése a legfontosabb dolog, majd utána a gazdaság talpraállítása, megmentése, a munkahelyek megőrzése, hogy az emberek jövőbe vetett hite az megmaradhasson, ha ezeket a fontos döntéseket nem támogatják, próbálnak hisztériát kelteni, például a vakcina, vakcina beszerzésekkel kapcsolatban, nem támogatják a kormánynak azokat a fontos döntéseiket, amik az emberek élete és a gazdaság védelme érdekében születnek, addig nem lehet komolyan venni. Ezek a politikai, politikai szereplőket. Bánk köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.